Az idei tábor témájának az életre való nevelést választotta Nadobán Zsuzsanna, a Bartók tagintézmény tanítónője és a programok vezetője is egyben. Azért ezt a mottót választotta, mert elengedhetetlen a mai fiatalok számára, hogy megállják a helyüket a mindennapokban. A táborhoz ezúttal Szentpéteri Csilla Zongora, művész és fia is csatlakoztak. Nadobán Zsuzsi tanítónő, egyben a barátnőm is, így én is részt vehettem közel, hát ötször, nyolc órán keresztül, egyrészt a gyerekek életében, másrészt, hogy annyi-annyi hogy program volt, hogy én is újra részese lehettem az ilyen kamaszkori visszaemlékezéseknek. Ez az útvesztő, ez számomra teljesen ismeretlen volt, hát én sose hallottam róla, és akkor mondta Zsuzsi, hogy jövünk Izombóra, egy kukorica útvesztőbe, akkor Kristoffal fölmentünk az internetre, és megnéztük, hogy néz ki ez a labirintus. A zongora művész számára a legnagyobb élmény, hogy fia is belekóstolhatott abba a marosparti világba, ahol ő maga is felnőtt. Fülöp Péteri Kristóf már a második táborosztatásban segít, ami saját bevallása szerint pozitív élmény számára. Nekem azért is különlegesít itt Makón, mert ugye anyukámnak ez a szülőhazája, másrészt pedig nagyapám azóta is itt él, és az a jó, hogy így a táborral együtt, így a rokonsággal is többet tudok tehát családozok is, a tábor pedig olyan tapasztalatokat ad, hogy hát például hogyan kell megoldani, hogyha a gyerekek között vita van, egy szabályt hogy magyarázza el, úgy, hogy mindenki figyeljen rám csöndben, ne legyen elpillangatás, sikongatás, beszélgetés. Szóval tényleg oda kell figyelni, koncentrálni kell, és, és aztán jól sikerül minden, hogyha az ember is jól reagálja le. Kincses Bettina már többi részt vesz segítőként a Nadobán Zsuzsanna által szervezett táborokban. Elmondása szerint az utolsó turnusban 25 lelkes fiatal vesz részt, akikre a számháborúzáson át a meseírásig különféle foglalkozások vártak, azonban a gyerekek leleményességére is szükség volt. Például boltba kellett 200 forintért minél több dolgot vásárolniuk. Volt egy csapat, akik 12 dolgot is vettek, tehát nagyon ügyesen megoldották. A hét hátralévő részében is számtalan színes programot szerveznek a táborban lévő gyermekeknek egészen péntekig.